Krisztián, a népszerűséged az, hogy te egy műsorból jöttél tulajdonképpen így a közéletbe, ez mennyire lehet pozitív értelemben kihasználni, tehát mennyire veszik kedvesen az emberek, hogy megismernek? Igen, egyébként olyan értelemben a javamra vált mindenképpen, és egyébként egyáltalán nem bántam meg, nem csak ebből a szempontból, de hogy a kérdésedre válaszoljak, máshogy fogadnak a családok, amikor mondjuk kimegyünk hozzájuk, teljesen máshogy fogadnak engem, mint mondjuk egy olyan valamilyen hivatali szemét, aki mondjuk nem annyira közismert. Mert a tévől mindjárt tudják, hogy itt van a Krisztián, akár a gyerekek, de felnőttek is tényleg, és befogadóbbak, közvetlenebbek, nincs már az az ismerkedés fázis, hanem azonnal ők is nyitottan tudják elmondani a problémájukat, és ezáltal ugye én is sokkal könnyebben, gördülékenyebben merek bekérdezni náluk. Különleges helyzetben van 60 városa, hiszen az ott élő roma nemzetiségi önkormányzat tagjai egy családot képeznek, közülük egyikőjüket ismerhetik a televíziós show műsorokat szerető nézők, hiszen Krisztián nemrégiben egy reality show műsorban is szerepelt. De hogy mi mindenre van szükségük az ott élő hátrányos helyzetű embereknek, azt az Indexnek az önkormányzat tagjai elmesélik. Van, hogy ruhát adományozunk egyébként nekik, élelmiszer az mindenképpen, és volt már egyébként olyan, amikor nem mondjuk saját célra elkölteni adtam oda pénzt valakinek, hanem mondjuk a számlát sajnos volt olyan, ahol lekötötték a gázt vagy a vizet, a villanyt esetleg, és volt olyan egyébként, hogy én rendeztem ki. Nagyon-nagyon nehéz, főleg az, amikor pénzzel segít az ember, hiszen abból rendszert tulajdonképpen ugye nem lehet csinálni, illetve én sem engedhetem meg magamnak, hiszen ugye fizetésből él az ember. Nagyon nehéz egyébként, mert nem lehet, nem is tudunk, meg nem is lehet egyébként mindenki segíteni, de azért a lehetőségeinkhez képest, meg a lehetőségeinkhez mérten valamilyen formában mindenkinek tudjunk valamilyen szinten segíteni. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy szoros összetartást legyen, a fiaimmal és a lányaimmal alkotunk egy egységet, és tehát így nem tud lenni semmi olyan vita köztünk vagy összeférhetetlenség, ami akadályozná ugye a előre menetelésünket. A romák társadalmi helyzete javul, stagnál, vagy mit lát ön? Én biztos vagyok benne, hogy minden egyes nappal mindig előbbre megyünk a roma társadalommal, és próbál mindenki igazodni ugye a többséghez, és ez nekünk nagyon nagy öröm és nagyon jó visszajelzés számunkra. Krisztián, és hát mennyire vagytok megbecsülve, hol vagyunk most? Ez a ti irodátok? Igen, ez az irodánk, ez a 60 város roma nemzetiségi önkormányzatának az irodája, ami most jelenleg vegyesen úgy fejezném ki inkább, hogy egy raktárként is üzemel, mert szerszámaink vannak itt, adományok vannak itt, amiket tárolunk. Tehát ezek az adományok itt, meg igen, a kupakok, a ugye? Adományok, kupakok, amiket gyűjtünk egyébként, ezeket egy mozgáskorlátozott gyermeknek gyűjtjük. Szóval most nem pont irodaként működik, de hogy ez az a hely, ahol egyébként összegyűlünk és megbeszéljük a napi teendőket. Kis bázis. Igen. Ez mennyire számít különlegesnek, hogy itt a önkormányzat tagjai, az ti mind egy család vagytok, és ezt most így a szó szoros értelmében mondom, hogy egy család. Az édesapám az körülbelül amióta megalakult a roma önkormányzat, vagy cigány önkormányzat így hívták annó, 90-es években, azóta tagja egyébként. Örököltük tőle ezt a fajta ambíciót, segítségnyújtást a szegény embereknek az irányába, az elesettek, a hátrányos helyzetűek irányába. Tehát édesanyám, édesapám mindig így éltek. Édesapám az elnök, van egy nővérem, a Katalin, ő a kórházba ápolónő, illetve nővér, már 8. éve itt a 60-i kórházban. Ő is tagja neki, van egy bátyám, a Béla, és akkor vagyok én. Tehát így alakult meg a roma önkormányzat. Most romát kell mondani, vagy cigányt kell mondani? Mi nem sértő? Tulajdonképpen az van, hogy én személy szerint, én nem szeretem azt a szót használni, hogy roma. Én cigányt mondanék,
mert szerintem a cigányban semmi fajta lenéző dolog nincsen, ez ugyanolyan nemzetiség mondjuk, mint ha valakire azt mondják, hogy ő ukrán, román, vagy nem cigány. Nekem cigány képviselőként, nekem mindenképpen egy misszió ez egyébként, hogy a cigányt és a nem cigány gyereket közösen szervezzünk programokat, ahol nincsen az, hogy ő cigány, én nem cigány. Hiszen ugye az én szüleim is rengeteg olyan akár iskolai körülmények között, amikor nevelkedtek még gyerekkorukban, nagyon sok magyar, de inkább nem is tudom, hogy magyar, hogy nem cigány barátai voltak, és a mai napig egyébként rengeteg nem cigány ismerősünk van, rengeteg nem cigányal járunk össze sportolni, akár az edzőterembe, bárhová, és szeretnénk ezt szorgalmazni, és inkább azt, hogy ne széthúzzanak, mert sajnos, hogy így mondom, hogy megvan egyébként ez a fajta ellentét, de egyébként azt, tehát ez az én személyes véleményem, hogy nem születnek így emberek. Tehát gyűlölettel valaki nem születik, az a helyzet, hogy a szomorú igazság, hogy ezt tanítják otthon. És szeretnénk ezt igazából, mondom még egyszer, összehozni, összekovácsolni a cigány és a nem cigány embereket. Fontos az, hogy legyenek olyan példák, aki cigány emberként példa arra, hogy igen, lehet együtt élni nem cigányokkal, sőt kell is. Mert hiszen ugye tanulunk egymástól. Volt már igen egyébként, hogy pont mondjuk egy szülő szólt, hogy a saját gyerekével kapcsolatban próbáljunk meg segíteni, beszélgetni vele, mert mondjuk az apukája nem él vele, vagy volt olyan, hogy pont tanárok, pedagógusok kérték általános iskolába ezt a dolgot, hogy beszélgessünk, és azt mondom, hogy nem minden esetben, de az eseteknek a 70%-ába sikerült azért olyan eredményt elérni, mondjuk, hogy mondjuk a gyerek elgondolkozott rajta, hogy tényleg lehet, hogyha mondjuk kér, akkor lehet, hogy kap, és nem feltétlenül kell mondjuk elvenni. Most a könyvtárban vagyunk éppen, itt a városi könyvtárban. Milyen feladatok vannak, amikre szükségük van a gyerekeknek, a roma gyerekeknek? Például ide a könyvtárba hozzátok őket? Mindenképpen szükség van arra, hogy a kultúrával kapcsolatosan megismerkedjenek, illetve az irodalommal, a művészettel, és szeretnénk minél több fiatal roma gyereket beinvitálni, például ide a könyvtárba. A munkám mellett mindig próbálok időt szánni, illetve időt szorítani a gyerekekre, illetve a közös programokra. Én azt gondolom, hogy nekünk ez nem csak olyan tekintetbe tartom fontosnak, hogy ők fejlődjenek. Az is nagyon fontos egyébként, meg hogy tanuljanak, de ez nekünk egy közösség formáló, úgymond minket ez így összehoz, mint egy család. Krisztián, és hát nem csak az embereken segítetek, hanem a természeten, a környezeten is, ezt jól tudom. Abszolút, nagyon fontosnak tartjuk a környezetünk megóvását, védelmét, és mindig próbálunk invitálni ide is fiatal iskolás roma gyerekeket, akikkel ugye szemetet szedünk, takarítunk. Most legutóbb ezt az emléklapot kaptuk közösen a kis csapatommal, ezt meg szeretném mutatni. Ez egy emléklap, ez Pronatura mozgalomnak az alapítóitól kaptuk egyébként, ennek vagyunk az aktív tagjai, és környezetvédelmi világnap alkalmából szervezett faültetésen vettünk részt tulajdonképpen. Amit szerettem volna megemlíteni még, hogy van egy másik szervezet, aminek tagja vagyok, az pedig a 60-i karitatív összefogás, ami szintén hátrányos helyzetű családokon segít, és itt nem csak romáknak, hanem itt már romáknak és nem romáknak is egyaránt.